Köszöntöm a nézőket, friss napszemle kezdődik, mutatjuk is, miről lesz szó. Nem volt hiány szórakozásban és ismeretterjesztésben az EMI tábor második napján sem. 38. alkalommal szervezik meg a Kárpát-medencei magyar erdészdiák találkozót és tanulmányutat. Sokat fejlődött a végtag rendellenességgel született Gál Dorka, ősszel újabb műtét vár rá. Javában pörögnek az események az EMI táborban. A 3-as kilométernél napközben közel 1000 vesznek részt az eseményeken, estére pedig a városból is rengetegen kimennek. Főleg a zenekínálat vonza az érdeklődőket, de a hagyományőrző programokon és a tematikus sátrak előadásain is sokan vesznek részt. Az 56-os szabadságharcról nem lehet eleget beszélni, az EMI táborban is évről évre visszatér a téma. Ezúttal Wittner Mária beszélt a forradalomkor és főleg utána megért tapasztalatokról. Azt mondta, rájuk nézve, akik a börtönből való szabadulás után kivándoroltak Magyarországról, sértő, hogy a mai migránsokat többen hozzájuk hasonlítják. Én személyigazolványon mentem ki, ami igazolta az arcképes igazolhatóságomat. Tehát egyszer és mindenkor szokjon le a nyugat arról, hogy 56-ot hasonlítsák a migránsokat. Úgyhogy, na meg nem téglával mentünk. És nem áttört kerítés, és nem egyebek. És nem alakítottunk ki no-go-zónákat sehol. Hanem a magyarok beilleszkedtek a társadalomban. És nyugodtan elmondhatom, hogy az 56-os magyarok nagyon sok dicsőséget adtak annak az országnak, ahova befogadták őket. Fizikusoktól elkezdve, történészekig, nyelvészekig, amit el lehet képzelni. Minden volt. Tehát csak egyszer a Magyar Nemzetbe olvastam, hogy a világ, mit adott a világ, az országok mit adtak a világnak. És akkor első helyen volt Anglia. És az utolsó helyen valahol egy kis ponton megtaláltam Magyarországot. És nekem van egy könyvem, hogy mit adott a magyarság a világnak. Hát azt tudja New York. Azt tudják az Amazonász mentiek, ugye? A magyar misszionáriusok nem motorcsónakkal térképezték fel az Amazonát, és lehet sorolni a golyóstoltól elkezdve New York belvárosa, helikopter, Tellerede, lehet sorolni. Tehát, és mit adott Amerika vagy Anglia azon a világnak? Hát én nagyon sok kalózkönyvet olvastam, úgyhogy kalózokat biztos, akik a rablott kincsekkel hazatértek, és mit adott nyugat a világnak? Gyarmatosítást. Wittner Mária arra intette a résztvevőket, olvassanak minél többet, hiszen ez segíthet abban, hogy ne váljunk bólogató Jánosokká. Közben a hagyományőrző téren a Kurultáj csapat jóvoltából honfoglaláskori viselet és fegyverzet bemutató is zajlott, illetve honfoglaláskori gyalogos harci bemutató és ijász bemutató volt. A látványos bemutatókat sokan nézték végig. Este koncerteken eresztette ki a gőzt a 600-nál is több táborlakó, illetve azok, akik csak a koncertek kedvéért mentek ki a hármashoz. Előbb a Hungarika zenekar lépett fel. Két napnak jobb nekem, vártam, hogy így legyen. Nap is tettem romát, a szemedben látom. Nyomtástól rózsafüzér, védés a mennybe ér. Minden szavak, súlyos szárnyon.
A Nevergreen zenéjének is nagy rajongótábora van, nem csoda, hogy hatalmas buli kerekedett a nagy színpad előtt. Pénteken délelőtt Balázs Árpád előadásával vette kezdetét az Előadó Sátor programja. A székelyföldi birkózásról, a méltatlanul elfelejtett sikeres birkózókról értekezett. Számukra érdekes lehet, hiszen kiváló példaképek ezek a birkózók. Én most csak a gyerje kedvéért mondom Gál Alajos nevét, aki Ditróban született, és Gál Alajosról Ditróban nem tudják, hogy 1912-ben nem hivatalos Európa bajnok bronzérmes volt. Sok mindent tudnak róla, de ezt nem tudják. Ugyanígy nem tudták korondon sem, hogy olimpiai bajnok volt Lőnitz Márton Berlinben 1936-ban. Ugyanígy nem tudták Parajdon és Astsuhofalán, ahol született Keresztes Lajos, hogy kétszeres olimpikon és Amsterdamnak aranyéres bajnoka volt. Tehát nem ismerik a példaképeket, a jó példákat a fiatalok, és nekik többször kell mondani, azt mondják, az ismétlés a tudás anyja. Tehát szeretném sokszor elismételni, hogy vannak példaképek, akikre fel lehet nézni, a birkozók között is, tehát figyeljenek oda, és a jó példát kövessék. Jó példakép lehet az eredményeivel, a magatartásával, a viselkedésével. Most a vizes világbajnokságról gondolok, hogy milyen jó példa mindannyiunk számára, hogy ott versenyeznek, és vannak nyertesek, vannak vesztesek, tudnak veszteni. Tehát azt hiszem, hogy a sport megtanít minket fegyelemre, és sok mindenre, tartásra, megmaradásra, itomaradásra. Az EMI sátorban róvásírás oktatással indult a nap. A tábor során minden nap tartanak oktatást azok számára, akik a róvásírást szeretnék megismerni. Közben a székelység történelmébe is bepillantást nyerhetnek. Ma este az Omen és a Zorál fog fellépni az EMI táborban. A 3-as kilométernél vasárnap estig áll a vál. Szombaton délelőtt Izsák Balázzsal lehet majd beszélgetni az autonómia kapcsán, majd az Erdélyi Magyar Érdekképviselet jelene és jövője címmel vitáznak az erdélyi magyar pártok vezetői. Eddig az EMMP és az MPP elnöke is jelezte, hogy részt vesz a vitán. Este a Romantikus Erőszak, illetve az Ossian koncertezik. Vasárnap ökumenikus istentisztelet lesz, utána a lelkészek értekeznek arról, hogy mi az egyházak szerepe az erdélyi magyarság megmaradásában. Lesz előadás az Árkosi Tájmúzeumról, illetve a Süketnéma életformát is bemutatják. Záró akkordként a Doroti és a Depresszió zenekarok lépnek majd fel. 38. alkalommal szervezik meg a Kárpát-medencei Magyar Erdész diák találkozót és tanulmányutat. Ezúttal a főszervező az idén áprilisban bejegyzett Erdészeti és Vadászati Egyesület, amelynek székhelye Gyergyócsomafalván található. A vándortábor vasárnap kezdődik, és egy hét alatt 3 megyébe is ellátogatnak. 38 évvel ezelőtt szerveztek először erdész diák találkozót, akkor a brassói erdőbénynek hallgatók a soproni egyetemistákkal közös hétvégén cseréltek tapasztalatokat. Azóta évről évre megrendezik ezt a vándortábort. A program ugye 38. alkalommal szerveződik meg, tehát egy jelentős régisége van ennek az egész Kárpát-medencei Magyar Erdész diák találkozónak és tanulmányútnak. 15 vendég diák jön Sopronból, a Soproni Egyetemtől. Ezekkel a diákokkal fogunk egy hetes vándortáboron részt venni, amelynek házigazdái a helyi erdészetek, helyi vállalkozások, szakemberei. A program az Brassóban fog indulni, tovább haladva Csíkszereda, Udvarhely és Szováta környéke, tehát át Maros megyébe, ugye átölel ez az egész találkozó tehát 3 megyét fog átölelni. Ott megnézzük a turisztikai látványosságokat, a helyi erdészeteknek a jellegzetes munkálatait, a helyi flórát, faunát fogjuk áttanulmányozni,
mindezt úgy, hogy minél több kapcsolatot építsünk, és minél többet szórakozzunk eközben. Az áprilisban Csomafalvi Székellyel bejegyzett egyesület tagjai elmondták, azt szeretnék, ha tényleg Kárpát-medencére kiterjedő lenne ez a találkozó. Annak kimondottan örülnek, hogy a soproniak révén a magyar szaknyelvvel is megismerkedhetnek, erre ugyanis nincs lehetőség a romániai egyetemeken. A tanulmányút célja továbbá, hogy gyakorlati ismereteket is szerezzenek az elméleti tudás mellé. Az egyetemen ott igazából elméleti oktatásban van részünk, tehát nagy általánosságban. Elég kevés alkalmunk van arra, hogy a gyakorlatba fektessük azt, amit megtanulunk az egyetemen. És ez egy ugye hetes program, délelőtt, délutánonként általában mindig szakmai programok vannak, elvisznek minket egy-egy kitermelésre, egy-egy ültetésre. Tehát mind olyan helyeket nézzünk meg, olyan dolgokba kapunk betekintést, amit lehetséges, hogy az egyetemen nem tudnak megtanítani nekünk. Az egyhetes tapasztalatcserét Hargita megye tanácsa is támogatja a pályázat útján 3500 lejjel. A Gyergyói Édesanyák Egyesületének keretében működő hordozós klub családi napokat szervez. Augusztus 7 és 9-e között a Napsugár Panzió ad otthont a rendezvénynek. A háromnapos rendezvénysorozaton bárki díjmentesen részt vehet. Első nap bemutatkozik a klub, valamint lesz hordozási tanácsadás. Bemutatják a kendőket és a formázott hordozókat, el lehet sajátítani a kendőkötési technikákat. Emellett a jelenlévők kipróbálhatják a meitai hibrid és csatos hordozókat elől, csípőn és háton egyaránt. Kedden a szabad játék örömére helyezik majd a hangsúlyt. Lesz nemezelés, népi játékok, illóolajos beszámolás, karkötőkészítés és gyereksarok. A családi napok záró programsorozata keretében a mozgás, mint varázserő kerül előtérbe, hordozós niatánc, torna és labdajátékok által, valamint lehetőség lesz egy különleges módszerrel a szülés utáni hasizom állapot felmérésére is. Kevesebb, mint egy hétig kérhetik a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj mennyiségek után járó támogatás kifizetését a gazdák. Erre hívja fel a figyelmet a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség. Az állami támogatás pedig nagyon jól jön a gazdáknak. Folyamatosan fogadják az ügyfeleket a Maros megyei mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség földszinti irodájában. A gazdák ugyanis még néhány napig igényelhetik a támogatást, ezt mezőgazdasági termelőknek ítélik oda a tevékenységük területének függvényében, a növénytermesztés, állattenyésztés vagy földterületi javítások esetén felhasznált gázolaj költségeinek a fedezésére. Ennek főként a méhészek örülhetnek, akik bár sokat vándoroltatták méhéiket, tavaly nehéz évet zártak. Motorina támogatást a méhészetre. Vándorolni szoktunk a méhekkel, és ahhoz szükséges, hogy motorinát. És akkor fontos, hogy legyen, tehát mindig kell pecsételni a néptanácsnak, hogy hova megyünk, és akkor azzal bizonyítsuk, hogy milyen távolságra voltunk vándorolni, és akkor számlákat benyújtjuk. Mély családonként 18 liter gázolajat használnak el, ennek egy részét meg is téríti az állami gyógyulna támogatást, tette hozzá. Figyelem azonban, a határidő hamarosan lejár, mondja az ügynökség vezetője. Július 31-én hétfőn jár le az elszámolások leadási határideje az idei év második évnegyedére. Ez a támogatás lényegében egy anyagi segítséget jelent az állami költségvetésből. A gázolaj szabványos jövedéki adója és a csökkentett jövedéki adója közötti különbség visszafizetése. Konkrétan 1,41 banit kapnak literenként azok, akik a gázolajat használják a mezőgazdaságban. A megvásárolt és felhasznált gázolaj mennyiségek támogatásának kifizetési kérelmeit a megyei vagy bukaresti APIA központjaihoz lehet benyújtani. Összesen 224.202 9 hónapos és 9 éves kor közötti romániai gyermek nincs beoltva kanyaró ellen. Derül ki az Egészségügyi Minisztérium szerdán közzétett jelentéséből. A bizottságok országszerte 2277 olyan települést azonosítottak, ahol fennáll a kanyarógócpontok kialakulásának kockázata. Többnyire romák lakta településekről van szó, amelyekben nincsenek családorvosok. Ezeken a településeken oltási központokat létesítenek. Sokat fejlődött a végtagrendellenességgel született Gál Dorka. A 3 éves kislány, akinek kezelési költségeire a Gyergyői medence minden szegletében összefogtak, saját lábán jött be a szerkesztőségbe.
A megpróbáltatásoknak azonban korán sincs vége számára, ősszel ismét megműtik Budapesten. Egy éve már, hogy utoljára találkoztunk a ditrói Gál Dorkával. Nagy meglepetésünkre saját lábán jött, a lépcsők sem jelentettek neki akadályt. Nagyon jó volt, hát hercegnő vagy szívem, igen. Nagyon jó volt, mert hogy is volt, karácsony előtt indult még legeslegelőre, úgy lépegetett lassacskán, fátlálatul el az asztalig, így próbálkozott. Aztán ugye megműtötték volt a térdivel, akkor nem, megint nem tudott menni egy darabig, és utána aztán a kórházba velem szembe futott, mikor aztán még megint láttam, régyon hétre, másfélre szembe futott. Ősszel és tavasszal is megműtötték, legutóbb a térdizületeit alakították ki a budapesti Heinpál gyerekkórházban. Minden nap tornáztatja az édesanyja, eredményesen, hiszen jól hajlik a térdecske. A kislány lábszára is szépen növöget, nem sokára új készüléket kap, amivel a csontjait tovább nyújtják, illetve a bokáját is megműtik. Augusztusban kell e-mailezünk az orvossal, és akkor meg ad ő egy időpontot, hogy lám műtétre, de azt mondom, úgy váltunk el, hogy a bokáját fogja helyre rakni, nem az is így kiáll, és azt fogja helyre rakni. Úgy van, aztán, hogy arról volt szó, hogy csinál neki egy gólyalábat, gólyaláb ilyen sínszerűséget, hogy ne legyen túl nagy eltérés a két lába között. Nem, túl nagy az eltérés. De akkor lássa inkább, amikor ő oda megyünk, és lássa, és amikor felnyitsa, akkor lássa. Dorkának egész felnőtt koráig szüksége lesz különböző beavatkozásokra. A soron következő műtéteket sem tudják itthon elvégezni. Külföldön, biztosítás nélkül pedig igen költséges a beavatkozás, az utazás, az ott lét. Több üzletben is helyeztek el adománygyűjtő dobozokat, illetve a képernyőn látható számlaszámon is lehet adakozni Gál Dorka gyógyítása érdekében. A család minden segítségért hálás, amely közelebb viszi Dorkát a teljes élethez. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a sok dolgot, a segítséget, amit tettek értünk, sok koncerteket, és az adományokat. Ugye, Dorka, mondjad, hogy köszönjük szépen. De. Köszönjük. De. Köszönjük. De. Szépen. De. A sok. A gyors. Segítséget. Segítséget. A gyergyói havasok legmagasabb pontján, a Pricske tetején álló keresztnél minden esztendőben búcsús szentmisét tartanak. A hagyomány tovább él. Augusztus 5-én déli 12 órakor kezdődik a szentmise, melynek ünnepi szónoka a gyergyószentmiklósi születésű Küsmődi Attila plébános. Az istentisztelet után a szervezők szokás szerint közös ebédre hívnak minden jelenlévőt. A Pricske hegyére gyalogos zarándoklat is lesz az Erdélyi Kárpát Egyesület gyergyói osztályának szervezésében. Bajna György vezetésével reggel 8 órakor a Teke panziónál gyülekeznek, és innen indulnak az zarándokok a bő 3 órás, közepes nehézségűnek tekinthető útra. Kalap vagy más fejfedő, illetve kellő mennyiségű víz feltétlenül legyen mindenkinél. Lezárult a felvételi a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. A sikeresen felvételizők örülhetnek, a leendő páciensek viszont aggódhatnak. A magyar szakokon állami orvosi helyre akár az 5,42-es felvételi jegy is elegendő volt. Tömött sorokban várnak a beiratkozásra a módjéra felvételt nyert diákok. Az órákig tartó sorban állás közben megkönnyebbülten lélegezhetnek fel, hiszen komoly felkészülés előzte meg a vizsgázást, amely egyáltalán nem volt könnyű. Nagyon sok kérdés úgy volt, hogy mindegyik alpontnál legalább 3-4 fejezetnyi anyag benne volt, és nagyon sokat el kellett gondolkodni azokon, hogy éppenséggel most mit is jelölünk be. Hát az eredmények azok gyengébbek lettek, mint a tavaly, de ez várható volt annak eredményeképp, hogy nehezítették a vizsgát. Én meg vagyok elegedve az eredményekkel, és örülök, hogy bejutottam. Voltak biztos pontok ez az előtti években, kérdések, amiket már láttunk, tudtuk, hogy mik a helyes válaszok. Most sokkal inkább logikára épült minden. Ez valamilyen szinten jó volt, mert hogy előnyben részesítette azokat, akik megértették az anyagot, de sokkal inkább elmélyült az anyagban a kérdés maga, és
és tényleg kihívásnak számított. A magyar általános orvosi szakra 5.61-es volt a legkisebb bejutási jegy, a fogorvosi szakra pedig 5.42-es. A szigorítás szándékos volt, hiszen az előző években a felvételit nyert hallgatók 20%-a lemorzsolódott a hatod évre. Az egyetem rektora szerint a mostani felvételi eredményeként növekedni fog a Mogye színvonala. A futadmitőre foarte dificile. Ez egy nagyon nehéz felvételi volt, főleg az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti szakokon. Szándékosan dolgoztunk ki nehezebb tételeket, mert nem arra vagyunk kíváncsiak, ki mennyi kérdést tud memorálni, hanem hogy mennyire képesek átlátni az anyagot, megtalálni az összefüggéseket. Meg vagyok győződve arról, hogy azok, akiknek sikerült a felvételiük, jól fognak teljesíteni a jövőben is. A szigorítást mutatja, hogy egyes szakokon a tavalyi felvételihez képest az utolsó helyre több mint másfél egységgel kisebb jegy is elegendő volt a magyar szakokon. A román helyekre nem csak a túljelentkezés volt a nagyobb, az általános orvosi szakon legalább 752 kellett az államilag támogatott helyhez, és a fizetéses helyeket is ők foglalták el a nagyobb médiáiknak köszönhetően. Mutatjuk röviden még egyszer a nap fontosabb híreit. Nem volt hiány szórakozásban és ismeretterjesztésben az EMI tábor második napján sem. 38. alkalommal szervezik meg a Kárpát-medencei magyar erdész diák találkozót és tanulmányutat. Sokat fejlődött a végtag rendellenességgel született Gál Dorka, ősszel újabb műtét vár rá. Eddig a napszemle, rövidesen a társalgó jelentkezik. Bajna György vendége ezúttal Bende Sándor országgyűlési képviselő. Hétvégén hírösszefoglalóval várom Önöket, viszontlátásra.